Üdvözlök mindenkit, sziasztok! A mai videóban megmutatom nektek a StillMass-tól a Creatine Monohidrátot, ez az ízesített változat. Ez most egy picit hosszabb videó lesz, mint ha megszokott, egy pár perccel, mert elég sok mindent el szeretnék róla mondani. Először is, a Creatine Monohidrát közismert ugye az izomtömeg és az erő növelésében, és lényegében erre is használjuk. Már 80-as, 90-es években tört be ide Magyarországra, azóta igazából a tömegnövelő szezonokban a közkedvelt terméke minden testépítő és erőember sportolónak. Viszont igazából már nagyon sokféle más sportban is használják, úgyhogy nagyon elterjedt a használata, és valóban működik is, erre bizonyíték is van, bőségesen. Na most, a Creatine Monohidrát, amit igazából elsősorban kiemelnék nektek, ezt elég sűrűn megkérdezitek tőlem. Vizesít-e? Na most, a Creatine Monohidrát nem fog vizesíteni, nem fogsz bevizesedni, nem leszel tőle víztartály. Ezt fogadjátok el és értsétek meg. A kreatin, ugye, amit igazából a szervezetben csinál, az elsősorban az izomsejttér fogat növelését segíti elő, és valóban a vizet használja a kreatin. De nem a bőr és az izom közé vonz be egy csomó vizet, és nem leszel majd szákás, meg kockahasad, meg stb. Nem fog látszódni, hanem az izom sejtekbe, izomszövetekbe több folyadék jut be, így ugye az izomsejtérfogat tágul, és a fehérje szintézised magasabb lesz, ami azt jelenti, hogy több fehérjét, több aminosavat tudsz beépíteni, gyorsabban tudsz regenerálni, és az egész tömegnövelési folyamatod abban az x hónapban alatt hatékonyabb lehet a Creatine Monohidrát segítségével. Szóval a kreatintól nem leszel víztartály, ezt könyveljétek el. A másik dolog, hogy a Creatine Monohidrát az, akármilyen Creatine Monohidrátot használsz, a Creatine Monohidrát az monohidrát marad örökre, szóval az oldódása, ugye ez ilyen enyhén szemcsés formában létezik, és a kreatint többnyire enyhén langyos vízben szokták elkeverni, és akkor oldódik igazán föl. Fontos feloldani megfelelően, hogy a gyomor ne dolgozzon túl sokat, és igazából hideg vízzel is el lehet keverni, én szoktam azzal is többször, mikor nincs időm a dologra. Nem lesz belőle probléma természetesen, csak a gyomornak könnyebb lesz a dolga. A másik dolog, hogy diétában használható-e, ezt ugye szoktátok kérdezni. Most itt ennek kétféle verziója van. Van ugye a versenydiéta, azaz testépítő versenyre készülsz, és ugye csökkented majd a folyadékbevitel, stb. Stb. Abszolút nem. Olyankor ne használd, teljesen felesleges lesz. A másik pedig, ugye a másik diétaforma a mezei diéta. Az, amit most például én is csinálok már negyedik hete, hogy teljesen tisztán étkezem, heti, vagy két hetente, vagy hetente egyszer kajárok félre. Akkor viszont nyugodtan használhatod, hogyha egy kicsit az izomzat és a bőr közül ki akarod tisztítani a felesleget, az a zsírt, vizet, stb. Akkor nyugodtan mehet, sőt még jótékony hatással is lesz, mert tartja majd a diéta alatt neked az izomtömegedet és az erőszintedet is. Sokan kérdittek azt is, hogy ugye a használata, ez a feltöltési időszak, blablabla. Túl misztifikáljátok, már olyan sokféle verziót hallottam, hogy már én is belekeveredek néha. Semmi különleges tudás nem kell hozzá. Van egy séma, ami én nálam is működik. Én 130 kg vagyok, a 90 kg-s embernél is ugyanez a séma működik. Méghozzá következő, hogy az első, amikor elkezdett használni, az első 3-4 napban napi 5 g-ot elosztva, például mondjuk 2,5 g reggel, 2,5 g este, vagy hogyha este egyszer a követés után. Azaz napi 5 g, ez a feltöltési idő. hogy az izomzat telítődjön vele egy kicsit. Ezt 3-4 napig kell csinálni, utána jön a szinten tartó fázis, ami én 20 g-ot ajánlok, többet nem. Van, aki 30-40 g-ot is beszed, az eszméletlen sok, szerintem totálisan fölösleges, mert nem fogja tudni felhasználni a szervezet. És igazából az a 20 g ez elég lesz. Én is 20 g-ot használok, biztos, hogy nektek is elég lesz. És akkor megy a 3-4 napig a töltés az 5 g-mal, és utána 20 g-mal tartjátok. Itt akár lehet olyat csinálni, hogy én amúgy olyan 3-4 hónapra szoktam a kreatin használatot időzíteni, hogy mondjuk, mit tudom én, egy olyan 2 hetente a 20 g-ról visszacsökkentem egy olyan 10-re, és akkor egy 3 napig így használom, és utána megint megemelem. Egy kicsit ürüljön ki, és aztán megint megkombázom az izomzatot a nagyobb mennyiséggel. Én ezt olyan 4-5 hónapig is akár szoktam csinálni kreatin kúrát, de ez mindenkinek egyéb függő és pénztárca függő, de azért a 2-3 hónap az kell. Ugye itt egy természetes hatóanyagról beszélünk, a kreatin ugye nem tartozik a dopping listára, ez téveszme, hogyha esetleg valakinek az anyukája aggódna, hogy ilyet használ, ez nem dopping listás, ez egy teljesen természetes hatóanyag, és annyira természetes hatóanyag, erre is kitérek nem soká, hogy nyugodtan használjátok így, és utána, hogyha letelt mondjuk az a 4 hónapos fázisod, akkor egy olyan jó 2 hónapra hagyjátok abba, álljatok le vele. Teljesen. És igazából így jó lesz a túrátok. És biztos, hogy hozni fog erőt és izomtömegnövekedést is, állóképességet is, mert erre is ki fogok még térni, ez egy másik témakör. Erre konkrétan a itt élő barátaim körében is jelezték többen ezt a dolgot, majd nem sokára mondom. Szóval a használatáról ennyit. És és bőséges folyadék használat legyen, a napi folyadékbeviteletek is fontos emellett. Mert ugye a kreatin monohidrátnál az a 1 g-hoz 1 deciliter vizet javasolnak többnyire. Én is javaslok annyit, bár én mondjuk nem szoktam, mert hogyha már 20 g-ot iszok, akkor az rengeteg lenne egyszerre. De próbálom minél többet, akár kikeverek 7 deci vízzel azt a 20 g-ot, és azt kortyolgatom el. Hát ugye a 20 g-ot, hogy osszátok el napközben, igazából itt az a lényeg, hogy mindig a véráramban folyamatosan ott legyen. Ez a fejlődésnek és a használatának a kulcsa, hogy ne az legyen, hogy reggel beszeded a 20 g-ot és el van felejtve, aztán majd másnap, hanem mondjuk elosztod ezt is, akár 3 részre, akár 2 részre. Az a lényeg, hogy ha edzésnapotok van, edzés után közvetlen 10 g-ot, azt fogyasszatok el belőle, a többi maradék 10-et, azt majd úgy osztod el a nap közben, hogy akarod. Hát egyértelmű, hogy én úgy csinálnám, hogy reggel 10 g és edzés után 10 g, mert én ugye este szoktam edzeni. Na, akkor a következő dolog, igen, hogy miben található még meg a kreatin monohidrát. A kreatin monohidrát igazából rengeteg táplálékban megtalálható, főképp a húsokban. A kreatin igazából jelen van nagyon nagy részt például a vörös húsokban, mint például a marha. Ugye nem is hiába, hát egy jó drága hús a marhahús, nem is igazán engedheti meg magának mindenki. Hozzáteszem, én se igazán, mert rettenetes ára van neki, de azért a táplálkozásból is beviszünk minimális mennyiségű kreatint, de hát az egyértelmű, hogy egy sportolónak nem elég. Azért azt ne keverjétek, most hiába eszem meg naponta 1 kg marhát, nem lesz elég a kreatin beviteled. Főképp, hogy ugye a kreatinból igazából energiát is hasznosít a szervezet, fehérjét is előállít, fehérjeszintézishez használja. De igazából a java része az elmegy úgymond különböző létfunkciókhoz. Így, hogyha sportoló vagy és hogyha extrém munkát végzel, extrém fizikai munkát, kemény edzéseket csinálsz, erőemelőnek készülsz, futó vagy, bármi ilyen átlagon felül teljesítményt kell nyújtanod, akkor mindenféleképp külső forrásból pótolni kell a kreatint. A következő dolog, amit mondtam nektek, hogy a hatása milyen is, hogy mennyire érzi az ember a hatását, hogyha szedik. Hát igazából, amit mondhatod, pipa a termékhez, egy hatalmas nagy zöld pipa, mert akik személyesen rendelnek tőlem, azokból már 3 ember is jelezte, ebből 2 erőemelő és egy hobbista edző, 42 éves férfi is, hogy meglepően fejlődtek tőle. És ez most tényleg itt félretéve azt, hogy úristen, vegyétek ezt, mert ez a legjobb. Nem ezért mondom ezt nektek, ezek konkrét tények. Nem én mondtam nekik, hogy mondják ezt, odajöttek hozzám és mondják, hogy tényleg ennyire tudhatni egy kreatin kúra, hát el se hiszem. Átlagosan 10-15%-ot fejlődtek erőszinten mindenbe. Sőt, ugye az állóképesség is nőtt, az izomállóképesség, nem fáradtak el olyan hamar. És még én is érzem, pedig a kreatin monohidrátot igazából én sokat használtam még a StillMass előtt is. De bevallom őszintén, hogy annyira nem éreztem a hatásukat nekik. Szóval a StillMass valamit tud a kreatin monohidrátjukkal, mert tényleg például a kokáért az erőemelő jó barátom, a Török Zoltán, akit megosztottam nektek a napokban, volt versenyen. Ugye 4 hónapja használja folyamatosan a kreatin monohidrátot. Semmi extrém étkezés, vagy bármilyen, mert tényleg azért sok pénzbe kerülne ez. Eszik amennyire tud normálisan, nagyon keményen edz, mert nagyon szereti csinálni, használja a kreatint, meg ugye a fehérjéket is issza. És azt vettem észre, hogy előtte meg volt rekedve, és ahogy elkezdte szedni a kreatint, hirtelen hónapról hónapra egyre jobb lett. Én is már oda mentem hozzá, hogy mondom, ez most mi? Hát mondom, látom, hogy eddig 170 kilóval kínlódtál guggolásba, most meg már közel 200 kilóval guggol, és teljesen naturális a gyerek, semmit nem használ. Úgyhogy igazából már kézzelfogható bizonyítékok vannak, és én is érzem. Szóval én most a kreatin monohidrátot azt szedtem egy olyan jó fél évig, aztán most a nyár végre fele leálltam vele, most megint elkezdtem használni, csak most az ízesített változatát. És tényleg működik. Az én esetemben egy olyan, én inkább izomálló képességben érzem, de olyan 10% erőnövekedést is kapok tőle. És van itt még egy dolog. Ugye kérdeztétek azt is már, hogy ugye van a kreatin monokomplex nevű terméke most már a StillMassnak. Ugye ez mivel jobb, mint a kreatin, sima kreatin monohidrát? Na most, annyival jobb, hogy ez most már lényegében 2017-re ez most már bebizonyosodott, hogy a szénhidráttal kombinált kreatin monohidrát még hatékonyabban tud működni. Ugye általában vannak ugye ilyen tápegészítők, amik kombinálnak kreatinnal, és itt igazából közönséges dextróz van benne, szőlőcukor, ugye gyors felszívódású szénhidrát, viszont még nagyobb mennyiségbe tud az izomszövetbe így bejutni, még több energiát tud biztosítani, amellett, hogy zsír nem lesz belőle. Zsíradék nem fog keletkezni ebből a szénhidrátból, nem kell megijedni. Így ugye a kreatin monokomplexről már csináltam nektek videót nemrég, nézzétek meg, próbáljátok ki, mert elég jó kis termék lett az is. Szóval a szénhidráttal, hogyha kevered, akkor még nagyobb a hatásuk a kreatinnak, így lehet használni akár szénhidrátos verzióval is, hogyha esetleg úgy érzed, hogy neked belefér. Nézzük akkor a pornak az állagát és az oldódását. Nos, szóval így néz ki. Igazából egy ilyen aránylag finom porállagú, de enyhén szerencsés. Ezt szépen fel fogjuk most oldani vízbe. Én ezt most hideg vízben fogom feloldani, nektek így látjátok, hogy hideg vízben mennyire tud feloldódni, meg gondolom, hogy nem mindenkinél lesz langyos víz. Amúgy igazából feloldódik megfelelően, nincsen vele semmi probléma, nem kell megijedni, hogy nem fogjátok tudni meginni, vagy ilyesmi. De szerintem már legtöbben már fogyasztottatok kreatin monohidrátot. szóval nem hiszem, hogy meg leszek ijedve tőle. Na, hát igazából mondhatni, hogy teljesen jól feloldódik amúgy, csak hogy hagyod állni, akkor egy picit lerakódik az aljára maga az a monohidrát, de ezzel nem kell foglalkozni. Szépen elkeveritek, megvárjátok, hogy feloldódjon, és megisszátok. Na most van itt még egy dolog, nők fogyaszthatják-e? Természetesen fogyaszthatják, a nők nem lesz tőle semmi problémájuk. Annyi, hogy az ő esetükben én nem javaslom tovább egy olyan 2 hónapnál a használatát, és kisebb dózisban persze. A feltöltési fázis a nőknél is lehet, az első 3 napban 5 g per nap, utána viszont én egy olyan 10 g, annál többet nem javaslok, és akkor ezt egy ilyen 2 hónapos fázisban nyugodtan lehet használni, nektek is segíteni fog az edzésben. Nem kell tőle megijedni, nem lesz extrém izomtömegétek, nem lesz 2 hónap alatt rajtatok pluszba 20 kg izom, mert volt már, ki megkérdezte, hogy ugye nem leszek túl izmos tőle. Én hát mondom, ez olyan könnyen menne, akkor szerintem mindenki 1 év alatt már profi versenyző lenne, úgyhogy nem kell aggódni, nyugodtan fogyaszthatjátok, egy természetes hatóanyagról beszélünk, ajánlom bárkinek. Nos, kiszerelésben fix fél kilóban lehet megvásárolni a kreatin monohidrátot, és 1900 forintba kerül. Azt hiszem, hogy a hatásához képest, minőségéhez képest brutálisan jó ára van neki. Mondhatni, hogy meg sem látszódik a pénztárcátokon, mert tényleg 1900 forint ma már nem nagy pénz. Ki tudjátok spórolni magatokon, például a nagy sportolókat, akiket látok, hogy mondjuk cigarettára költik a pénzt, költség inkább kreatin monohidrátra, több értelme lesz. Úgyhogy lényegében ennyit szerettem volna nektek akkor elmondani róla. Hogyha kérdésetek van még a monohidrátról, akkor írhatok Facebookon, vagy a videó alá kommenteljetek, ahogy nektek jól esik. YouTube csatornát figyeljétek, iratkozzatok föl, hogyha szeretnétek folyamatosan értesítést kapni a friss tartalmakról. Igyekszem nektek csinálni a videókat minél gyorsabban. Legyen kellemes hétvégétek, szép napot mindenkinek, sziasztok! Banana terracotta, terracotta pie. Banana, 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 terracotta, terracotta pie. Obscenity of obscenity in your eyes. Terracotta, terracotta, terracotta pie. Is that a perfect way of holding you, baby?